Most, hogy eltelt már néhány óra, ülepednek az érzések, próbálom felidézni az eseményeket. Őszintén szólva csak arra emlékszem, hogy beúsztam a néniért, megfogtam a haját és megpróbáltam haladni vele a vízben, mondta el televíziónknak El Borbély Brigitta. Mi lementünk folyás irányba a Tiszán, hogy ne zavarjuk őket a kutyákkal. Egyszer csak kiabálásra vettem figyelmes, hogy mama, mama, hol vagy, anya, hol vagy? És akkor a férj mondta, azt még hallottuk, hogy ott úszik a mama, erre mondta a hölgy, a lánya, hogy tehát a mama nem is tud úszni. Akkor így megpillantottam az ősz. Tehát az már csak a feje volt kint a vízből, a fejének a hátsó rész, mert arccal benne volt a vízben. Azt megpillantottam, akkor már abszolút nem is mozgott, csak sodorta a víz. Körülbelül így a folyó közepén járhatott, nagyon erős volt egyébként a sodrás, ott nem gondolkodtunk tovább ezen a dolgon, és egyébként nem gondolkodtam a dolgon. Levetettem a kis transzipőmet, és beúsztam érte, de tehát jóval természetesebb volt a néni, mint én. Meg ugye nagyon erős volt a sodrás, úgyhogy egy kicsit nehezemre esett a hozatal. Végül is sikerült part felé kiírni vele, akkor szóltam a lányának, a férjének, hogy jöjjön már bele a lábba addig, amíg leér a lábba, mert egyikőjük sem tudott úszni, hogy legalább a kezdvárt fogják meg és húzzanak ki, mert hogy gyorsabban kérünk, nyilván minden másodperc számít. A partra húzva már nem lélegzett. Miután eltelt pár óra, Brigitta újra végig gondolta a történteket, és mint mondta, nem magát akarja ő fényezni, inkább az az üzenete, hogy figyeljünk egymásra, ha csak tehetjük, ne szalasszuk el a segítségnyújtást. Kértünk, lila volt a néni szája, nem volt húzós, egyáltalán is lélegzett, akkor elkezdtem az újraélesztést, utána két befújás után elkezdett hörögni, tehát próbált levegőt venni, stabil oldalfekvésbe raktuk, és utána hívtam a 112-t, és ott a dispécser már így levezényelte igazából az egészet. Elindított a mentőhelikoptert, a mentőket, rendőröket, először a rendőrök értek oda, és mondtam nekik, hogy segítsenek már kihúzni a vízből a nénit, mert hiába, tehát ketten sem bírtuk kihúzni. Két megtermett rendőr abszolút segítőkész volt, és kihúzták a nénit, akkor már nem volt még a lába sem a vízbe. Utána megérkeztek a mentősök, stabilizálták, és hál' Istennek már most ki is engedik a kórházból, tehát szerencsésen végződött az a történet. Az esettel kapcsolatban megkerestük az országos mentőszolgálatot, ahol érdeklődésünkre elmondták, hogy a helyszínről egy személyt stabil állapotban szállítottak a bajtársak kórházba. Mindenféleképpen ajánljuk, hogy csak kijelölt fürdőhelyen fürdőzzenek, mert ott van a megfelelő személyzet, illetve a megfelelő technikai eszköz arra, hogy egy vízbefulladásra megfelelőképpen, illetve azonnalosan tudjanak a szakemberek reagálni, illetve ott át is vizsgálják a mederfeneket, ott gyakorlatilag uszadék nincs a mederfenéken, amelyben beleakadhatnak a fürdőzők. Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy felhevült testtel, alkoholtól befolyásolt, vagy egyik bódítószertől befolyásolt állapotba ne menjenek fürödni, illetve telegyomorral se fürdőzzenek. A gyerekek esetében 6 éven aluli minden gyermek, illetve 12 éven aluli úszni nem tudó gyermekek csak felnőtt felügyeletem mellett fürdőzhetnek.